Nagy szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat, kedves mindnyájatokat. Nagy öröm számomra, hogy bemutathatom azt a családi vállalkozást, amelyben három testvéremmel együtt dolgozunk. Ez nem elsősorban az én vagy a mi érdemünk, hiszen ezt édesapám, illetve az ő szülei hozták létre még sok-sok tíz évvel ezelőtt. A mi vállalkozásunk egy összetettebb, több lábon álló olyan családi vállalkozás, amely itt indult, Egerben, illetve egészen pontosan a Szépasszony völgyben, ami régen, sok tíz évvel ezelőtt nagyon nagy népszerűségnek örvendett. Ott volt egy pici kis pince, amit még az ükapám vágott két tél alatt, és ez nőtte ki magát mára olyan naggyá, hogy a képen látható Egri Korona Borház és a hozzátartozó több mint 260 hektár szőlőterület, szállás, étterem, vendéglátás, termálkút, illetve számos egyéb kikapcsolódással és egészséggel kapcsolatos ág még együtt van, és szerte az országból érkeznek hozzánk vendégek. A másik része a vállalkozásnak pedig mondhatjuk, hogy egy egészséges élelmiszer, ez a gomba, amelyet szintén nagy lelkesedéssel űzünk. Édesapám kezdte ezt, illetve az ő szülei. Édesapám kertészmérnökként végzett a Kertészeti Egyetemen. Neki volt a kedvenc témaköre ez a gombatermesztés. Ugye Magyarországon nagyon népszerű és sokak által kedvelt élelmiszer a gomba. Elsősorban csiperkegombára kell gondolni, de termesztünk laskát, sitakét, ördögszekérgombát, vargányagombát. Ezek mind nagyon finom, ízletes olyan gombák, amelyeket meg lehet vásárolni a piacon, a szupermarketekben, illetve külföldre is exportáljuk ezeket, és a gasztronómiában is jelen vannak, tehát a borászatnál lévő első osztályú éttermünkben számtalan különleges fogást készítünk ilyen gombából, különböző gombákból. Így kapcsolódunk mi a vállalkozással ehhez a témakörhöz, hogy egészség és turizmus. És akkor most bővebben próbálok erről mesélni. Én amikor egészen pici voltam, már hol büntetésként, hol pedig hétvégi kikapcsolódásként száműzve voltunk hol a szőlőbe, hol a gombaházakba, és különböző egyszerűbb, általunk is elvégezhető munkák voltak ránk bízva. Úgyhogy így a nyári szünet nagy részét vagy kint töltöttük a szőlő kötöző asszonyokkal, vagy a gombaszedésnél, és igazából édesapámnak az volt ezzel a célja, hogy meglássuk azt, hogy a legalsó kis lépcsőfok is végül is miből áll ennél a vállalkozásnál, illetve nagyon érdekes volt együtt sokat beszélgetni ezekkel az emberekkel, akik ott tevékenykedtek, mert sok mindent lehetett tőlük tanulni, főleg a szőlőben szerettem én lenni. Ugye ott főleg nyáron nagyon jó idő volt, és érdekes volt megismerni ezeket az egyszerű, mondjuk úgy, hogy falusi asszonyokat, akik sokszor a más egyéb munkájuk mellett, vagy nyugdíjasként ott dolgoztak, és olyan igazán jó beszélgető partnerek voltak amellett, hogy megtanítottak arra is, hogy hogyan kell a szőlőben a munkálatokat elvégezni. A gombaszedés már egy ennél sokkal nehezebb feladat volt, ott nagyon sokat kellett hajolni be a termesztő sorok közé, és a gombaszedés egy nagyon kényes feladatot nagyon kellett figyelni, de az is jó volt, hogy mértük azt, hogy mennyire vagyunk gyorsak, ügyesek, és a többiekhez képest mennyi gombát tudunk például leszedni, úgyhogy mindenképpen jó volt így magunknak is visszajelzést kapni ezáltal, hogy igaz gyerekként, de hogy mégis mennyire tudunk helytállni így a munka világában is. A borászat Egertől nem messze, Demjén és Egerszaló között található, inkább Demjén településhez közel. Ott található a szőlőterület is, ami körül öleli a borászatot. Ezt 2000-ben kezdtük el építeni. Ekkor felkerekedett a családunk, és nagyon sok borászatot meglátogattunk. Különböző borvidékeket, Nyugat-Európában, Amerikába is elmentünk, ott a híres kaliforniai borvidéket körbejártuk, és azt szerettük volna meglátni, hogy mi az az irány, amin érdemes elindulni, hogy egy kicsit újabbat és egy kicsit jövőbe mutatóbbat tudjunk hazahozni. Akkor még Magyarországon szerintem nem volt ilyen borászat. Úgy gondolom, hogy mi vagyunk az elsők, akik így a szőlőtábla közepébe hoztuk létre a borászatot. Tehát körülöttünk, ott a borászatnál mindenhol a szőlőt lehet látni. Sajnos ki is kellett vágni egy pár szőlősort annak érdekében, hogy tudjunk tovább terjeszkedni.
Ott épült el 2002-re maga a borászat, ami egy 3 emeletes épület, alul a pince, középen a laboratórium, illetve a palackozósor és pár iroda található, az emeleten pedig egy étterem, konferenciateremmel, de hát az ember mindig utána már kinövi, és úgy érzi, hogy kicsi lett. Ugye ennek örülni lehet, mert ez azt jelenti, hogy elég sok a vendég nálunk. Aztán ezután szállásra is úgy tűnt, hogy igény van. Azt is láttuk Kaliforniában, hogy nagyon népszerű ez a borturizmus. Akkor még itt Magyarországon szintén gyerekcipőben járt, hogy esküvőktől elkezdve csak úgy hétvégi pihenésként, vagy bármiféle rendezvény megszervezéseként ott töltötték a borászatban az időt. Úgyhogy szállást is létrehoztunk. 40 darab szobánk van ma már. Aztán édesapámnak jött az ötlet, hogy ha szalókon, Egerszalókon víz van, gyógyvíz, utána Demjénben is, a demjéni fürdőnél is ugye van egy gyógykút, akkor valószínűleg nálunk is lehet gyógyvíz. Ezt nem mondták biztosra a szakemberek, mert ezt soha nem lehet egészen biztosan mondani, de mondták, hogy ha van kedve bevállalni, akkor megnézhetjük, hogy tényleg találunk-e vizet. Sikerült is lefúrni, és hát elég mélyen, 1515 méter mélyen találtunk gyógyvizet. Szalókon, illetve Demjénben 6-700 méter mélyek a kutak, úgyhogy itt nálunk dupla volt, de nagyon örültünk, amikor feltört a víz. Teljesen pozitív a kút, úgyhogy magától feljött a 68 fokos gyógyvíz. Ezt fűtésre használjuk, a házakat, illetve a vendégházakat, illetve az egész borászatot ezzel fűtjük. Aztán hasznosítjuk a medencébe is ezt a vizet, ebbe lehet fürdeni, és most már palackozzuk is, hogy a vendégek, akik ott pihennek nálunk, ezt a saját vizet fogyaszthassák. A termékeink megtalálhatóak Magyarországon, nagyon sok üzletben, áruházban, szállodában. Egy picit nehezebb volt betörni ebbe a gasztro vonalba. Ugye viszonylag nagy területen gazdálkodunk, ez a 269 hektár szőlőterület, azt teszi lehetővé, ami nagyon jó, hogy sokáig tudjuk érlelni a borainkat, nem vagyunk rászorulva, hogy kis mennyiségünk miatt gyorsan el kelljen adni a borokat. Ugye a vörösboroknak nagyon jó tesz, hogyha évekig is a pince mélyén tudnak pihenni, illetve a palackban érlelődni, vagy a hordókban. Viszont éppen ezért, mivel ott vagyunk az áruházakban, illetve külföldön is nagy mennyiségben exportáljuk, éppen ezért vannak olyan kis éttermek, amik azt szeretnék, hogyha nekik egy sokkal egyedibb és kézművesebb borokat tudnánk eladni. Én az egyetemem, a Kertészeti Egyetemre jártam szintén, borászként végeztem 2010-ben, és akkor jött az ötlet, hogy milyen jó lenne egy kis kézműves borcsaládot készíteni, mert sok helyről azt hallottam vissza, amikor szerettem volna a borainkkal bekerülni a éttermek étlapjára, hogy hát ez túl nagy mennyiségben készül, és ennél egy picit különlegesebb, egyedibb valamit kellene készíteni. Úgyhogy én ezt a célt tűztem ki, hogy akkor legyen egy ilyen kis prémium kézműves borcsalád. Ezt kezdtem el, és az Egri csillagok regénynek a szereplői tettem a címkékre. Végülis én találtam ki, hogy nézenek ki a címkék. A borokat próbáltam így az egyéniségekhez illeszteni, úgyhogy Dobó István, Bornemissza, Jomurdzsák, Dobókat itt a Cecei Vicuska, és egy rozé pedig Sárközi nevét viseli. Úgyhogy egy ilyen kis borcsalád lett, amit már utána nagy szeretettel fogadtak az éttermek, és sikerült ezzel bizonyítani, hogy egy ilyen nagy borászat is képes jó minőségű, szép prémium borokat készíteni. Amint említettem, hogy négyen vagyunk testvérek, a másik három testvérem, ők inkább műszaki vonalra orientálódtak. Nálunk nagyon sok gép van, mind a szőlőben, a szüretelőkombánytól elkezdve, a pincében is számtalan gép szükséges, és a gombatermesztéshez is nagyon sok olyan gép kell, ami miatt érdemes gépész, illetve villamosmérnöknek lenni. Úgyhogy ők főleg a gombatermesztéssel foglalkoznak, de a bátyám közgazdászként az értékesítéssel foglalkozik a leginkább. A gomba termesztésről is majd egy pár képet, ha láthatunk, akkor azzal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy Magyarországon a legnagyobb gombatermesztők vagyunk ma már, illetve Európában is, lengyelek, hollandok után mi termesztjük a legnagyobb mennyiségben a csipergegombát. Ezek ilyen modern holland típusú termesztőházakban teremnek, 5 polcos rendszerben. Ma már gépesítve van a nagy része, és összesen 45 ezer négyzetméter az a termőfelület, amiről folyamatosan szedjük a gombát.
Nagy a kézi munkaigénye, hiszen ezt csak kézzel lehet szedni, annyira érzékeny, hogy ahol az ember megfogja, ott utána nagyon könnyen barnul. Ugye gyorsan romlik a gomba, úgyhogy egy teljes hűtőláncot kellett kialakítani annak érdekében, hogy eljusson mindenkihez még friss állapotban. A külföldi piac is nagyon nagy igényt mutat a gombára, és érdekes, hogy a borral ellentétben a gomba egy olyan alapvető élelmiszer, amit nem nagyon kell reklámozni, marketingelni, hiszen a legtöbb ember szereti a gombát, és a mindennapi élelmezésben is helye van, viszont a bor az ma már annyira, a borból ma már akkora túlkínálat van, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, hogy így nagyon nehéz azt eladni, főleg, hogyha ilyen nagy mennyiség van belőle. A borral kapcsolatban nagyon nagy marketing munkát kell végezni. Tehát ott rengeteg pénzt kell áldozni a reklámra. Úgyhogy ha így a kettőt össze tudom hasonlítani, akkor inkább azt ajánlanám akár a fiataloknak is, hogy egy olyan dologba érdemes belefogni, ami nem annyira tucat dolog, vagy nem annyira túlkínálatos, túltermelés van belőle, mert a bor az ma nagyon divatos, és szerintem sokan úgy gondolják, hogy ha valamibe belekezdenek, akkor sokkal inkább mondjuk a borászkodásba, de nehéz eladni, nehéz neki piacot találni, hiszen dugig van az összes áruház és összes étterem és összes bolt belőle, viszont a gomba, illetve egyéb ilyen alapvető dolgokra mindig is nagy szükség van. Ha az embereknek egy kicsit kevesebb a pénzük, amiből kijöhetnek, akkor is biztos, hogy gombát mondjuk fognak enni. Édesapám mesélte, hogy amikor ő kezdte a gombával fiatalkorában, akkor a gombának olyan ára volt, mint a húsnak. Tehát, hogy akkor hatalmasan sokat lehetett vele keresni, és ezért is tudtunk bővíteni, és ezért is tudtuk terjeszteni ezt az egészet. Édesapám egyébként egy olyan ember, aki nagyon szereti azt, amit csinál, szívvel, lélekkel csinálja, és fáradhatatlan. Tehát, hogy sosem azon gondolkozik, hogy mikor tudna már, hány óra van, mikor tudna már hazamenni, és mikor tudna megpihenni. Ő tényleg az, aki látszik, hogy ez a minden, amit csinál. A borászat inkább egy kicsit már most az én kezemben van. Én nagyon szeretem ezt. Most fejezem be pont a doktorimat. Az is egy ilyen szőlőtermés korlátozásával kapcsolatos dolog. Az is egy nagyon érdekes és aktuális kérdés. Sok borászt is érdekel, illetve nekünk is fontos, hogy tudjuk, hogy egy adott területen, ha minél több szőlőt termesztünk, akkor az valóban a minőség rovására megye, vagy pedig lehet gazdaságosan azt is jól beállítani. Az jött ki a 4 éven át tartó kísérleteknek az eredményeképpen, hogy szőlőfajtától függ az nagy részt, hogy miből mennyit érdemes termeszteni. Vannak olyan fajták, amik érzékenyek a terhelésre, és akkor ott oda kell figyelni, hogy meccéssel, illetve egyéb zöldszürettel csökkentjük a termést, de van olyan, amiből nyugodtan lehet többet is termeszteni. És akkor a gombát, amit említettem, hogy összesen 70 darab ilyen fólia sátor, egy ilyen gombaházunk van, ebben teremnek a gombák, és ilyen 5 polcos rendszerben, ezek több hullámban teremnek. Ugye úgy, mint ahogy kint a természetben, amikor az időjárásnak köszönhetően tavasszal és ősszel olyan pára és mikroklíma van, amiből adódóan terem a gomba. Mi ezt próbáljuk itt ezekben a gombaházakban imitálni, illetve felgyorsítani, hogy ne csak tavasszal és ősszel teremjen a gomba, hanem annál sokkal gyakrabban. Ezek hullámokba jönnek, számítógéppel vannak vezérelve a különböző paraméterek, a széndioxid tartalom, a páratartalom, a hőmérséklete a levegőnek, illetve külön a hőmérséklete a takaróföldnek, a komposztnak, ami a termő talaja a gombának, és ennek segítségével tudjuk így felgyorsítani a folyamatot, hogy nem csak télen és tavasszal, hanem az évben folyamatosan. 2 hullámot várunk meg, egyébként teremne 4-5 hullámban is a gomba, de így a leggazdaságosabb termeszteni, hogy 2 hullámban leszedjük, 1 négyzetméterről olyan 25 kiló gomba jön le, és utána kidobjuk az egész házat, ezt úgy mondjuk, tehát kiszedjük az egész letermett gombakomposztot, ezt sokszor rátesszük a szőlőre, a szőlőt így ezzel megtrágyázzuk, ugyanis ez nagyon jót tesz neki, ezt is figyelgettük éveken keresztül, hogy sokkal szebb termést hoz az a terület, ahol meg van trágyázva ezzel a gombakomposzttal. Magát a termő talajt is, tehát a gombakomposztot is mi készítjük,
Ez lótrágyából készül, baromfitrágyából, gipszből és szalmából. Ott nálunk Kerecsenden, Kerecsend mellett, ahol vannak ezek a gombaházak, ott látszik is, hogy nagyon sok szalma bála fel van, be van raktározva. Ezekre folyamatosan szükség van, ezeket összekeverjük, utána elriesztjük, forgatgatjuk, és ez egy ilyen egy-két hónapos folyamat, mire elkészül a táptalaja a gombának. Ezután betelepítjük a házakba, mind az öt polcra rátesszük. Ezeken a polcokon futószalag van, azokra gépekkel szépen egyenletesen elterítjük. A tetejére takaróföld jön, ami tőzeg, ezt bányásszuk a tőzegbányában, és ez van átforgatva, ez a komposzt csírával, amit szintén mi készítünk a csíraüzemben, laboratórium körülmények között. Ott öt mikrobiológus dolgozik, és ők készítik ezt a steril csírát. Ugye itt szintén fontos a minőség, hogy csak a gomba csíra legyen benne, ne keveredjen semmi mással, hogy csak gombát tudjunk termeszteni a házakban. Amint látszik, elég szépen terem a gomba, és a szedése is nagyon fontos, hogy nagyon gyorsan, nem csak a hűtőben romlik gyorsan a gomba, hanem itt a házakban is. Fontos, hogy a méretnek megfelelően csak két ujjal megfogva, maximum hárommal megfogva szakszerűen tudja mindenki szedni, utána gyorsan lehűteni, és hűtőkamionokkal visszük a boltokba, illetve a piacokra. Legnagyobb mennyiség ez a fehér csiperke, de létezik barna csiperke, illetve sikerült már termesztésbe vonni olyan fajtákat is, mint a sárga, illetve rózsaszín laska. Ezt inkább a gasztronómiában használják, ez inkább ételeknek a díszítésére, különlegesebb ételére alkalmas. Aztán a barna csiperke egy szintén olyan gomba, amit könnyű termeszteni, úgyhogy nagy mennyiségben is lehet, csak még kevésbé ismerik az emberek. Ennek nagyon finom fűszeres íze van, hasonló a fehérhez, de annál zamatosabb. Amit említettem, a shiitake gomba, ez egy kínai gyógygomba, de már itt Magyarországon is termesztik. Ennek nagyon egészséges hatása van, és rákkeltő hatásáról is már nagyon sok forrás beszámol. A laska gomba szintén egy kedvelt gomba, számtalan gombás étel van a régi receptes könyvekben is, úgyhogy érdemes ezeket kóstolgatni és elkészíteni. Köszönöm szépen a figyelmet!